December 6-ára tekintettel én nem készültem annyira fel, mint egyik amerikai kollégánk, aki, mikor kint jártam és december 6-án tartott órát, a következőt mondta. Ez egy olyan 60 körüli férfi kollega volt, megmutatta, fölhúzta nadrágszárát, és megmutatta, hogy direkt mikulásos zoknit vett fel a Mikulás tiszteletére. A másik pedig az volt, hogy egy gyönyörűséges, télapos, mikulásos nyakkendője volt, ami a végén elénekelte a Jingle Bell-t, hogyha megnyomták. Ezt minden hallgató, aki akarta, megnyomogatta ennek a nyakkendőnek a végét. Én ilyennel nem készültem, de merem remélni, hogy néhány gondolattal azért meg tudom örvendeztetni önöket. Én azt hiszem, hogy önök már szinte többet tudnak erről a korról, mint én összességében, mert én egy bizonyos vetületét ismerem ennek a kornak, önök meg ezután, a fél év után annyi elemét, annyi összetevőjét ismerik már, hogy alig tudok ezzel versenybe kelni. Mivel is foglalkozunk a mai alkalommal? A reformkori polgári átalakulással, és ennek a polgári átalakulásnak a büntetőjoghoz való, vagy vetületével, vagy a büntetőjoghoz való viszonyával. A büntetőjog, mint tudják, büntetőjog nem mindig volt, de bűn mindig volt. Igaz? Tehát az nem egy újdonság. Az emberek mindig követtek el egymásnak ártó cselekményeket. A középkorban a bűnt úgy fogták fel, hogy a jó és a rossznak a küzdelme, a jó és a gonosz küzdelme, és a bűnelkövetőről azt gondolták, hogy megszállta az ördög, akiből ezt az ördögöt ki kell zavarni mindenféle akkor megengedett eszközökkel. Ez a magyarázat évszázadokon keresztül élt, és a középkorban ez a fajta spirituális megközelítés nagyon adekvát megközelítés volt, ugyanis a bűncselekmény eredetileg magánügy volt. Tehát a sértetnek és a családjának, illetőleg az elkövetőnek és a családjának egyfajta, hogy mondjam, konfliktusa, és természetesen ez a konfliktus két család között bizony hosszú háborúskodással is járhatott, ugye nem kell messzire mennünk, csak néhány Shakespeare, igen, drámához. Viszont annak elkerülésére, hogy ez nagyon hosszú ideig tartson, mindenféle okos eszközöket, okos megoldásokat vezettek be. Ilyen volt, ezeket nyilván hallották már, csak talán nem ilyen kontextusban, ilyen volt a harccal eldönteni, ugye, a küzdelem, hogy kinek van igaza. Ilyenek voltak az istenítéletek. Lábára, nyakára követ, ha mégis fel, akkor ha elmerült boszorkány, bűnös, ha fennmaradt valamilyen szerencse véletlen folytán, akkor meg azért, mert nem maradhatott fenn, tehát eléggé egyértelmű volt. Az eskü is egy ilyen eszköz volt. Tehát, hogy ha megesküdött arra, hogy ártatlan, akkor azt el kellett fogadni, természetesen esküdözni csak a nemesek esküdözhettek, tehát esküt tenni csak ők tehettek. Fel sem tételezték, hogy hamisan esküszik, mert ugye ez egy nagyon erős vallásos időszakban Isten büntetésével járt volna. Tehát, hogy azért volt benne némi racionalitás is ezekben a megoldásokban. Hogy ez hosszú ideig tarthatott, azt egy 1987-es amerikai példa is mutatja. Jim Becker, aki a Praise the Lord Clubnak a vezetője volt, 1987-ben vagyunk, és amikor azt mondta neki az amerikai NAV, hogy hát uram, azért néhány millió dollár, mint hogyha hiányozna ebből a költségvetésből, ez a Jim Baker, ez egy televíziós, ha Istenem, elfelejtettem, hogy hívják ezt, a ige hirdető. És amikor megjegyezték neki, hogy hiányzik a bevallásából néhány millió dollár, akkor azt mondta, hogy hát a számítógépet biztos megszállta az ördög, tehát másként ez nem lehet. No, három lépésben zajlott a jogrendszerben a polgári átalakulás. Az első a reformkor beköszönte, és ez az 1848-as áprilisi törvényekig tart. A második a neoabszolutizmus időszaka, ez 1849 és 60 között. A polgári diktatúra végrehajtotta a jog részletes
részleges modernizációját, és a harmadik pedig a kiegyezést 1867-et követi, amikor egy polgári liberális kormányzat megteremtette a magyar polgári jogrendet. Ekkor kerültek be olyan jogelvek, olyan alapelvek a jogrendszerbe, akár a polgári, akár a büntető részébe, amik máig meghatározzák a jogrendszerek működését. Itt jelentek meg a perjogokban, a perjog az, most úgy hívjuk a perjogokat, hogy eljárásjog, büntető eljárásjog, anyagi eljárások. Tehát itt a perjogokban jelentek meg a nyilvánosság, a szóbeliség, a közvetlenség elve például, de a büntetőjogban ekkor jelent meg a nullum crimen sine lege és a nulla pœnam sine lege, amiről még beszélek majd későbbiekben. Tehát nincs törvény, csak amit, vagy nincs bűncselekmény, csak ha a törvény annak nyilvánít, nincs más büntetés, csak amit a törvény annak nyilvánít. Ez egy hihetetlenül fontos garanciális alapelv, ami most is vezeti a magyar büntető törvénykönyvet, nem csak a magyar, hanem az összes jogállami büntető törvénykönyveket. Illetőleg a polgári jogrendszerben a magánjognak a kialakulásában a magántulajdon szentsége, vagy a szerződési szabadság elismerése. Tehát ez egy hihetetlen jogrendszer szempontjából, egy hihetetlenül fontos időszaka a magyar történelemnek, bár millió szempontból hihetetlenül fontos időszak, mint ahogy mutatja az is, hogy egy egész fél évet lehetett különböző vetületeire felhúzni. A címem azt ígéri, hogy Széchenyiről és a büntetőjogi reformmozgalomról fogok beszélni, de azt kell mondjam önöknek, talán nem prejudikálok, hogy nem közvetlen a kapcsolat. Viszont talán az óra végére érzékeltetni fogom önökkel, hogy Széchenyi milyen hihetetlen mértékű befolyást gyakorolt a hazai büntetőjog fejlődésére is, ha nem is közvetlenül, mint mondjuk Deák, vagy Kossuth, vagy Szemere Bertalan, de közvetve, és majd elmondom ezeknek a lépéseik. Tehát Széchenyi a büntetőjogi reformokat elindító gondolkodás iniciálója volt, egy közvetítő. Egy olyan közvetítő, aki az európai reformok, az európai modernizáció és a magyar helyzet között közvetített. Tehát én ezt a folyamatot fogom ezen az órán áttekinteni, amikor a kodifikálatlan, elfogult és diszkrecionális jogkörökből egy átlátható joguralmi megoldásokig elvezet az út. Ebből a diából látható, hogy a partikuláris és központi jog párhuzamos érvényesülése vége felé tartunk. Tehát a 15. században kezdődött a kodifikáció Európában, Magyarországon, mint sok mindenben, itt is, vagy nem csak Magyarországon, hanem a kelet-európai országokban, itt is egyfajta megkésettség a jellemző, de innentől kezdve egy nagyon határozott, tehát a 18. századtól kezdve egy nagyon határozott jogegységesítés és kodifikáció zajlik, és ennek a nehézségeit fogjuk most áttekinteni. Mennyiben változott a világ ebben az időben? Ebből a diából lehet látni ezt a hatalmas társadalom szerkezeti változást, amely éppen ebben az időszakban zajlott Európa nyugati felében, tehát átmenet a feudalizmusból a kapitalizmusba, ami hihetetlen módon megváltoztatta a hatalmi intézmények működését és a társadalmi kapcsolatrendszert. Mi volt e mögött? A változások két szinten zajlottak. Egyszer gazdasági értelemben, mögötte vannak, vagy előzménye talán inkább, a felfedezések. A felfedezések hozták Európába az aranyat, ugye, a gyarmatokról, és, vagy a, hát akkor még nem feltétlenül gyarmatokról, de az újonnan felfedezett világból, hozták a más kultúrákkal kapcsolatos tapasztalatokat, és hozták a pénzt, segítve egy új társadalmi csoportnak a vagyonosodását, illetőleg hát megerősödését. És mögötte van egy másik nagyon fontos, a filozófiai háttér, a felvilágosodás, a racionalitás megjelenése, és ez az az időszak,
amikor Európában megjelennek új érdekérvényesítési formák, amikor megváltozik a büntetőigazságszolgáltatás rendszere, és a kevéssé személyhez kötött lesz, és amikor a királyi hatalom helyébe új intézmények, például a parlament lépnek. Ekkor fogalmazódik meg a törvény előtti egyenlőség, és innentől kezdve sokkal kevesebb jelentősége van az osztályhoz vagy a csoporthoz tartozás tényének. Az új állami szerepfelfogás viszont azt jelenti, hogy az állam szerepe biztosítani ezeknek a jogoknak az érvényesülését. Tehát ez egy átlátható, jogokra épített társadalom, amely itt kialakul. A felvilágosodás egy folyamat. Tehát nem egyik pillanatról a másikra, hanem egy folyamat alatt történik. És a felvilágosodás azt jelenti, hogy a polgárság vagy egy társadalmi csoport, társadalmi politikai mozgalmai már nem művészi formában, mint például a reneszánsz, és nem vallási formában, mint például a reformáció fogalmazzák meg magukat. Tehát a felvilágosodás, mint ideológia tulajdonképpen az iparból, a kereskedelemből, a banki üzletekből meggazdagodott polgárság megerősödését jelzi. Azaz azt jelzi, hogy részt kíván a hatalomból, valamilyen módon részt akar venni a hatalomból, és megteremti hozzá az ideológiát is. Ez az ideológia, a felvilágosodás. Ez Angliából indult, ugye, tehát ne felejtsük az 1600, ennyire nem megyek vissza, mert egy órában nem fér bele, de az 1641 John Locke-ot ugye nem szabad elfelejteni, azt az időszakot, illetőleg az, hogy minden ember egyenlőnek születik, és a társadalmi szerződés, a formája az állam és az egyén közötti kapcsolatnak, ez egy hihetetlenül fontos gondolat volt, ami végig kíséri ennek a, hát körülbelül 200 évnek a történetét. A növekvő, a felvilágosodásnak a növekvő közönsége elsősorban a főúr és a polgári rétegekből rekrutálódik, nagyon egyszerű a magyarázat, ugye, hogyha 98%-os az írástudatlanság, és nincs televízió, akkor csak ahhozokhoz érnek el ezek az új gondolatok, akik tudnak olvasni, vagy akik kapcsolatot tartanak egymással. A megvalósítása, tehát a felvilágosodás gondolatrendszerének a beépülése az állami működésbe, Angliában az alkotmányos monarchiával, illetőleg a kontinensen a felvilágosult abszolutizmus segítségével történik. Felvilágosult abszolutista uralkodók, ugye II. József, Mária Terézia, Katalin, Lipót, tehát hogy vannak néhányan, viszont akiket igazából ismerünk, mint felvilágosult gondolkodókat, azok ők. Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot és az enciklopédisták mind-mind híres és meghatározó személyiségei a felvilágosodás időszakának. Ezek a filozófusok és írók is voltak. Nem hittek a babonákban. Egyetlen egy dologban hittek, az észben. Tehát ez az időszak, a 18. század, ha úgy tetszik, az észnek az évszázada, a ráció, a racionalitásnak az évszázada, és ide vezethető vissza két nagyon fontos alapeszme, a racionalizmus és az empíria. A racionalizmus azt jelenti, hogy okokat keresünk, deduktív következtetésekre jutunk. Az empíria pedig azt jelenti, hogy minden megismerhető, a világ megismerhető. Tehát tudni lehet az okokat, és emögött, hogy ezt a társadalomról is ki lehet jelenteni, emögött természetesen azok a természettudományos felfedezések álltak, mint például Darwinnak az evolúciós elmélete, tehát hogy ezek mind-mind nagyon szorosan összefüggnek, és izgalmas mozgásban tartották az európai kontinenst ebben az időszakban.
Európa a 18. században, tehát ezek a feltételek a jog területén is egyfajta új helyzetet kívántak. Miért volt ez lényeges? Azért, mert mint ahogy itt látják ebből a két nyílból, vagy a két egymás ellenfutó nyílból, amit nem így kellett volna, bocsánat, föltennem a diára, hanem fordítva, tehát ez egy konfliktus, ez egy összeütközés, majd javítom. Tehát, hogy a modernizálódó és városodó, városiasodó, piacosodó társadalom egy olyan helyzetben van a jogi, a jogrendszerét illetően, mint a középkorban volt. S jottányit sem változott, ugyanazok a jogérvényesítési technikák vannak, pontosabban inkább nincsenek, mint amelyek a középkorban voltak. Tehát nem létezett valódi büntető igazságszolgáltatási rendszer, voltak állam elleni, voltak egyház elleni, és voltak korona elleni bűncselekmények. Aztán, hogyha éppen nem tetszett a valamelyik arisztokrata a királynak, mert összeszólalkoztak, akkor elvitték anélkül is, hogy valamilyen bűncselekmény elkövetésével megvádolták volna. Tehát néhány bűncselekményt pontosan meghatároztak, néhányat nem. A bíráknak elképesztő diszkrecionális hatalmuk volt. Olyan cselekményért ítélhettek el valakit, amit a jog nem határozott meg bűncselekménnyel. Ez a mai gondolkodásunk szempontjából már szinte elképzelhetetlen, ugye? Mert a büntetőjogban az egyik legfontosabb alapelv, hogy nincs analógia. Tehát, hogyha egy történeti tényel, bocsánat, egy kicsit elkalandozom, de nem akarok, ha egy történeti tényállás nem illik be hiánytalanul abba a törvényi tényállásba, amit a büntetőjog megfogalmaz, akkor az vagy nem bűncselekmény, vagy más bűncselekmény, mert ez még lehet, de olyan nincs, hogy én azt mondom, hogy nem baj, néhány elem hiányzik, attól ez még megvalósul. És ez egy iszonyatosan fontos olyan alapelv, amit most már teljesen természetesnek tekintünk, ez ebben az időszakban hiányzott, ez még nem létezett. Tehát azt a fogalmat talán még történeti, vagy megjelölés történeti tanulmányaiból, hogy lettre de cachet, talán még emlékeznek rá, ezek az indok nélküli fogvatartást jelentett. Tehát nem kellett megmondani, hogy valakit miért csuknak le, és veszik el a szabadságát. Nem jelentkezett, vagy nem volt a törvénynek megfelelő eljárás sem, és nem volt meghatározva a büntetés neme és mértéke. Tehát ez egy jelentős feszültség volt a társadalomban, miközben a gazdasági fejlődés átlátható, kiszámítható igazságszolgáltatást jelentett, mert ugye a szerződési fegyelem, hogyha nem úgy teljesít valaki, akkor ezt bíróság elé kellett volna vinni. Ha a bíróság és az igazságszolgáltatás nem kialakult rendszer, akkor nincs hova vinni, ugye? De az sem túl jó, hogyha Arany János, ugye, ha jobbra ütök, nekem fütyöl, balra ütök, nekem fütyöl, tehát, hogy ezért fülemüle, így van. Tehát, hogy ezek olyan anomáliák, amelyeket valamilyen módon társadalmi méretekben is rendezni kellett. Mi volt ehelyett? Hát ehelyett volt középkori büntetőgyakorlat, széleskörű önkénnyel, tortúrával, személytelen eljárással, és a kiskorúakat és a kórus elmeállapotúakat is ugyanabban a börtönben tartották fogva, mint amiben a bűnelkövetőket. És a büntetés, vagy és a büntető hatalom előszeretettel alkalmazta a halálbüntetést. Mi több, a halálbüntetés egy általános büntetési nem volt, ami időnként generál többféle büntetés. Egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam egy angol kollégától, aki a halálbüntetéssel foglalkozott, és ő történész, tehát végignézte azokat a forrásokat, hogy mi történt mondjuk egy nagyon neves bűnelkövetőnek a felakasztásánál Londonban, hogy hány testi sértés, vagyon elleni cselekmény, rablás, garázdaság a mai fogalmainkkal követődött el addig, amíg a tömeg ott összegyűlt a kivégzésre várakozva. Angliában például 1920-ig a zseblopást, a lopást, a fenyegető levelek küldését, a véganyag megrongálását a szövőszéken halállal büntették. 1830-ban
került ki csak az állatlopás, a betörés és a csalás a halállal büntetendő bűncselekmények között Angliában. Cesare Beccaria, hát ő az egyik legnagyobb név a büntetőjog történetében. Ő egy jogteoretikus, egy olyan ember, aki 1764-ben publikálta a bűnökről és a büntetésekről szóló főművét, és ezáltal ő vált a felvilágosodás által követelt jogreform elméleti megalapozójává és iránymutatójává. Az ő fellépése sem előzmény nélküli, tehát Francis Bacon, az enciklopédisták, Montesquieu és Rousseau gondolatai is megjelennek ebben a bűnökről és a büntetésekről szóló műben. És Beccaria azt mondja, hogy a törvény célja a közjó. Tehát a törvényeknek a közjót kell szolgálniuk, a legnagyobb jó a legtöbb ember között szétosztva, mondja ő. Tehát nem egyéni érdekeket, nem önös érdekeket, nem osztály érdekeket kell szolgálnia a törvénynek, hanem a közjót, mindenkinek a javát. Mint mondja, egyetlen legitim alapja az állami igazságszolgáltatásnak a társadalmi szerződés. Mert hogy az emberek a szuverenitásuk egy részéről lemondtak a közjavára, hogy úgy mondjam, vagy az állam javára, hogy az állam biztosítsa az ő saját, tehát az ő védelmüket is. Ahogy fogalmazott, ez egy nagyon látható hasonlat, azt mondta, hogy a törvényhozónak úgy kell megalkotnia a törvényeket, ahogy az építész tervezi a házat, a megrendelő érdekeit szem előtt tartva. És itt a polgár, itt az ember a megrendelő, aki használni akarja az igazságszolgáltatást. Mint azt is itt fogalmazta meg először, tehát ebben a műben fogalmazta meg először, hogy csak is a törvények alapján lehet kiszabni büntetést, és csak is olyan cselekmények szerint, vagy cselekmények miatt, amelyet a törvény bűncselekménynek nyilvánít. Tehát írott és mindenki által érthető törvényszövegkel, a büntetésnek proporcionálisnak kell lennie. Tehát adott esetben egy zseblopás és egy halálbüntetés nem kvadrál egymással. A tettarányosság, tehát a büntetésnek igazodnia kell a bűncselekmény súlyosságához, ez a proporcionalitás. Humánus büntetéseket kell alkalmazni, és a büntetőjogi felelősség az elkövető szabad akaratára alapozott következmény. És máig használják a kriminológusok azt a mondatot, amelyet Beccaria kimondott, azt mondta, hogy nem a büntetés szigorúsága, hanem a büntetés bekövetkezésének bizonyossága tart vissza. És ezt kivétel nélkül minden kriminológiai kutatás azóta is megerősíti. Tehát, hogyha a cselekményt abban a pillanatban követi a lebukás, akkor meggondolásra késztet. Ha 10 év múlva, 15 év múlva, akkor nem annyira. Tehát én magam találkoztam sok olyan fiatalkorú bűnelkövetővel, akitől, hogyha az ember kérdezi a bűncselekményét, akkor melyiket is? Tehát, hogy amikor olyan hosszú már ez a lista, akkor már nagyon nehéz visszatartani. És amennyire váratlan talán, hogy a halálbüntetés eltörlését javasolta. Azt mondta, hogy a halálbüntetés az állam háborúja a saját állampolgáraival szemben, ezért visszatartó ereje nincsen. Egy másik név, Jeremy Bentham, aki továbbfejleszti ezeket a nézeteket, és azt mondja, hogy az ember racionális. Az örömelv alapján dönt, az előnyöket és a hátrányokat mérlegeli, úgynevezett boldogságkalkulust alkalmaz, és azt mondja, hogy a büntetés legyen elrettentő, ami azt jelenti, hogy a fájdalom, amit a büntetés okoz, haladja meg az elkövetett bűncselekménnyel szerezhető örömöt. De azt mondta, hogy de legyen humánus is, és csak szükséges mértékben okozzon fájdalmat. Tehát a mérték, innentől kezdve a mérték hihetetlenül fontos szempont a büntetőjog alakulásának történetében.
És hoztam egy olyan fogalmat, a panoptikont, ami Jeremy Bentham nevéhez fűződik, ez egy épület. Azt mondta, hogy bármifajta létesítmény céljára alkalmas épület, amelyben bármiféle személyek megfigyelés alatt tarthatók. És talán nem véletlen, hogy a kriminológusok ezt a panoptikont ma egy kicsit kifordították, és azt mondják, hogy banoptikon, a ban az a korlátozást jelenti angolul, és azt mondja, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki megfigyelhető, ugye? Most nem egy ilyen épületben figyeli meg, ami kör alakú volt, és minden cellában lehetett látni. Nem tudom, hogyha járnak Dublinban, akkor ne felejtsék el megnézni, mert van ott egy ilyen épület, elképesztő. Az ember megáll a közepén, és lehet hallani azt, hogy valaki 50 méterrel arrébb az egyik cellában mit mond. Tehát nem sanyargatni kell, mindent tudni kell, minden átlátható. Ma ezt mi technikai eszközökkel oldjuk meg, telefonnal, meg kamerákkal, meg ilyennel. Tehát a polgári átalakulás szerte a világon a büntetőjog forradalmát hozta, és a társadalom átalakító küzdelmek egyik legfontosabb csomópontja a büntetőjog volt, és a büntetőperjog, meg a börtön viszonyok. Ezek a garanciális alapelvek, tehát a nullum crimen sine lege, ami azt jelenti, hogy nincs bűncselekmény törvény nélkül, nulla pöna sine lege, nincs büntetés törvény nélkül, a bírói diszkrecionális jogkör korlátozása mind-mind ide, ebbe az időszakba vezethetők vissza, és köthetők legelőször is Cesare Beccaria nevéhez, aki tulajdonképpen a nevéhez fűződik az úgynevezett klasszikus büntetőjogi iskola kialakítása, és ezek a nézetek adják ennek a büntetőjogi megközelítésnek a tartalmát. Tehát a nyílt rendi egyenlőtlenség helyett, a születési alapokon csoportosítás helyett, a testet csonkító szankciók helyett, a halálbüntetés helyett, a klasszikus büntetőjogi iskola azt mondja, hogy az embernek elidegeníthetetlen jogai vannak, hogy a személyes biztonság és a jogegyenlőség a központjában áll a büntető igazságszolgáltatásnak, a törvény előtt mindenki egyenlő, a humanizmus lényege, alaplényege a jogrendszernek, és ez volt az az iskola, amit azóta is klasszikus büntetőjogi vagy kriminológiai iskolának nevezünk. Ez Európa. Lássuk, mi történik Magyarországon ebben az időszakban. Mindeközben. Ugye a napóleoni háborúk nagyjából után vagyunk, és ez hoz bizony gazdasági növekedést, életmódbeli változást Magyarországon is, de alapvetően feudális jellegű a társadalom, a gazdaság szerkezete változatlan, és a nemesség aránya magas, viszont az arisztokrácia mérték, vagy számaránya viszont alacsony. Tehát Magyarország agrárország, ahol a jobbágyság jogilag, gazdaságilag, minden szempontból kiszolgáltatott réteg. Mi újság a jog területén Magyarországon? Hát részben vannak a nemesi kiváltságok, az úri székek, az egyházi bíráskodás. Tehát eltérő jog érvényesül a városokban, az egyházak területén, a földesúri birtokok területén. És nem véletlen, hogy Angyal Pál, nem tudok rá kitérni, de az egyik legnagyobb magyar büntetőjogász, jutott arra a következtetésre, hogy Magyarországot még mindig a minden egységet nélkülöző merő önkény jellemzi. A 19. század derekáig az eljárásnak, a büntető eljárásnak két formája volt. Volt egy írásbeli, illetőleg volt az úgynevezett szóbeli, vagy sommás per. Az írásbeli folyt a nemesek ellen, ugye ők tudtak azért írni. Szabad lábon védekeztek, kényszervallatásról szó sincs. A per több fellebbezési fórummal évekig húzódhatott. Sommás vagy szóbeli per folyt a jobbágyok ellen,
Az eljárás a letartóztatásukkal, akkoriban, ahogy hívták, a befogásukkal kezdődött, és a tortúra velük szemben megengedett volt. Nézzük ezt százalékos megoszlásban, hogy hány embert érinthetett, hány százalékot érinthetett egyik vagy másik. Ha látják, a polgárság nem igazán erős azzal a 2%-os megoszlással, a parasztság ebben az időszakban Magyarországon 90%, ugye? Tehát nem véletlen, hogy a reformokat a középnemesség és az értelmiség kezdeményezi. A felvilágosult abszolutizmus, mert Beccaria gondolatai azért a királyokra is hatottak, tehát azért ez egy forradalmi időszak volt, a felvilágosodási időszak, a gondolkodási forradalmi időszak volt, és a felvilágosult abszolutizmusok, vagy abszolutista uralkodók megpróbálták kicsit modernizálni az országukat, anélkül, hogy a hatalmukat valamilyen módon elvesztenék. Tehát a hagyományokat figyelmen kívül hagyták, ilyen volt II. József is például, jót akart tulajdonképpen, különösen visszafelé nézzük a történelmet, csak borzasztóan nem törődött azzal, hogy a magyar, vagy a többi népesség, vagy a többi kisebbség mit szeretne. Viszont ezek a szabályok, amelyeket ezek a királyok fogalmaztak meg, tehát, mint mondtam, Nagy Frigyes, Mária Terézia, II. József, II. Katalin, sokat merítettek a felvilágosodásból, például a vallási türelmet, tehát nem véletlen azért, hogy a monarchia olyan sokáig tudott létezni. Viszont a hagyományokat, a helyi hagyományokat figyelmen kívül hagyó reformok jellemezték ezt az időszakot. Milyen volt a magyar felvilágosodás? Hát egy kicsit megkésett, hogy úgy mondjam, de miután a köznemességből kerültek ki a felvilágosodás hívei, a nemesi réteg a rendi kiváltságait azért nem kívánta feladni, tehát ezeket a felvilágosító eszméket csak a nemességre, kizárólag a nemességre vonatkoztatta. Mi volt a történelmi szerepe a felvilágosodásnak Európában, tehát a nyugati felén Európának? A polgári társadalom előkészítése és a polgári szemlélet terjesztése. Hát nálunk ez 90%-os jobbágysággal és nagyon kicsiny, vékony arisztokráciával, kicsit vastagabb, nem nagyon vastag, de kicsit vastagabb nemességgel, akik nem igazán akarnak a jogaikról lemondani, hát ezt nehezen lehetett elképzelni. Miről lehetett szó? Hát a feudalizmus modernizációjáról lehetett szó, a polgárosodás előkészítéséről lehetett szó. Éppen ezért a magyar felvilágosodás céljai a kulturális elmaradottság leküzdése volt, és a magyar nyelv fejlesztése. Ugye emlékeznek arra, amit Besenyei György mondott, minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenén sohasem. Tehát a nyelvújítás és a nyelvmegtartás hihetetlenül fontos cél volt ebben az időszakban. Martinovics Ignác nevét nyilván hallották, magyar jakobinusokat nyilván hallották. 1791-ben vagyunk, amikor a jakobinus mozgalom ugye megkiformálódik, és ez az az időszak, amikor a francia forradalom radikalizálódik. És a nemesség megijedt. Hoppá, egy forradalomból, egy átalakulásból ilyen is lehet? Tehát azért várjunk egy kicsit. Akkor ezt nem eszik annyi, ne együk annyira forrón ezt a kását. És a nemesek többsége kompromisszumot köt a Habsburgokkal, viszont a vármegyei nemesség egy része szemben áll továbbra is az udvarral, és ők vonulnak, vagy ők alakítják meg, vagy csatlakoznak a jakobinus mozgalomhoz, főként a szabadködműves páholyokhoz csatlakozás révén. A nemesség mellett a plebejusok természetesen szintén szembe fordulhatnak a Habsburgokkal. Ha még a jakobinus mozgalom mellett maradunk, itt két társaság, Martinovics két társaságot szervez, a reformátorokat és a Szabadság Egyenlőség társaságát. A reformátorok a nemesebb és a vagyonosabb polgárok alkotják, itt a nemzeti függetlenség az alapkérdés ebben a körben.
A Szabadság Egyenlőség Társaságánál viszont a plebejus értelmiség alkotja a bázist. Programjuk is radikálisabb, tehát már a polgári átalakításra vagy átalakulásra készülnek. 1795-ben véres leszámolás a Vérmezőn, ugye jakobinus összeesküvést véresen megtorolják, nem túl jó irányba mennek a francia forradalom eseményei sem, végül a napóleoni háborúk miatt a reformok kérdése hosszú időre lekerül a napirendről, és megindul egy ilyen fajta húzd meg, erezd meg kapcsolat, viszont a nemesi ellenállást az udvarnak is le kell szerelnie, tehát az udvar is hajlik arra, hogy kezdjünk el kibékülni, tehát kezdődjön valami párbeszéd. És ez a párbeszéd elkezdődik az 1825-27-es országgyűlés, összehívják az országgyűlést, és itt még mindig a rendi sérelmi politika az, ami működik, egy kivétellel, vagy egyetlen egy nagyon fontos dologgal, Széchenyi Istvánnak az akadémia alapítására tett felajánlásával. 1830-ban utána a megyékben alakulnak ellenzéki csoportok, és megjelenik Széchenyi Istvánnak a Hitel című műve, amelyik, hogy mondjam, formát ad a követeléseknek, megfogalmazza azokat az irányokat, ahol a válságból kiutat lehet találni. Tehát egymás után készülnek azok a megyei javaslatok, amelyek a polgári átalakulás igényét fogalmazzák meg, az úri szék eltörlését, a törvényekezés nyilvánosságát, ezekről már elég sokat hallottak a fél év során. 32-36-os országgyűlés, itt nem kerül sor büntetőjog tervezett tárgyalására, mert sokkal fontosabb elindul, tehát hogy hirtelen lépésváltás következik be, és felgyorsulnak az események, és a 1839-40. Évi kompromisszumos országgyűlésen küldenek ki egy bizottságot a büntetőjogi javaslatok kidolgozására. Ennek a vezetője Deák Ferenc. Azt látni kell ebben az időben, hogy a büntetőjogi követelések, azok nem feltétlenül csak a jogról és csak a jogról szólnak, de nem feltétlenül a büntetőjogról, hanem sokkal inkább egy olyan fajta politikai, alkotmányjogi követeléseket, mert a törvény előtti egyenlőség, ugye, ha a büntetőjogban megvalósul, akkor azért az ott másutt is él már. Tehát a büntetőjog, hogy mondjam, leplében, itt a reformkor időszakában a büntetőjogi javaslatok nagyon sokszor általánosabb társadalmi átalakulási igényt fogalmaznak meg. A szólásszabadság védelme, ugye? Tehát, hogy vigyük büntetőjogi eszközökkel a szólásszabadságot? Ez nem csak arról szól, hogy meg kell-e fogalmazni büntetőjogi eszközökkel, hanem arról is, hogy van szólásszabadság. Ugye? Tehát ez mindig többféle dolgot is jelent. A hűtlenség szabályozásával például a miniszteri felelősséget, vagy a személyi hatállyal és a büntetési rendszerrel a nemesi kiváltságok eltörlését. Tehát mindig a büntetőjog mindig tükrözi azokat az általánosabb nagy követeléseket, amelyeket a társadalmi átalakulás indokol. És ne kövezzenek meg, vagy kövezzenek meg, én hoztam ez igazából egy időrend, vagy egy idősor. Az idősor azt szeretné mutatni, hogy honnan indul és hol ér véget Széchenyi, tehát mi minden határozza meg Széchenyi gondolkodását, vagy befolyásolja Széchenyi gondolkodását, és mi utána a következménye. 1620-1644, ugye itt neveket írtam fel, meg fontos műveket, évszámokat. Igazából azt szeretném, hogyha látnánk, hogy az a sárga, aki Széchenyinek a számomra, mert hogy a büntetőjog szempontjából a stádium a legfontosabb műve, az egy folyamatnak a közepén helyezkedik el. Ugye az egész felvilágosodás formálta Széchenyinek a gondolkodását, és utána pedig az egész büntetőjogi gondolkodást formálta Széchenyinek adott esetben az álláspontja. Széchenyi ugye az ország modernizálása társadalmilag és politikailag, és nem véletlen,
Nem véletlen, hogy azért belehoztam jakobinusokat ebbe az előadásba, mert Hajnóci József, aki a magyar jakobinus mozgalom egyik kiemelkedő alakja volt, fiatal korában Széchenyi Ferenc, ugye, aki Széchenyi Istvánnak az édesapja, Széchenyi Ferenc mellett titkárkodott és jogi tanácsadó volt. Tehát azt kell mondjam, hogy Széchenyi egy kicsit másként gondolkodó arisztokrata családba született, már ább óvó. Széchenyi egyik kedvenc jelmondata az volt, hogy az ember annyit ér, amennyit használ. Tehát Széchenyit és főúri társait motiváló hasznosságvágy az arisztokrataként új társadalmi küldetést kereső ambíció hajtotta használni az országnak. A reformkor Széchenyinek a Hitel című művével indult, és alapvetően magánjogi reformokat ajánlott. Politikai programja, amit a Stádiumban fogalmazott meg 12 pontban, gyakorlatilag a reformkor legalapvetőbb kérdéseinek összefoglalása, mert ugye Széchenyi azt mondta, erről már nyilván volt szó más előadásokon, hogy az ősiség törvénye, amely 1351 óta élt a magyar jogrendszerben, a hitelfelvétel és a polgári átalakulás egyik legnagyobb gátjává vált. Auer György a 20. század legelején azt mondta, hogy valószínűleg, tehát Széchenyi sokkal inkább gazdasági programot hirdetett, és nem jogi, politikai reformokat. Részben azért, mondta Auer György, mert Széchenyi nem tartozott sem az elméletileg képzett, sem a gyakorlatban jártas jogászok közé, miközben évekig folytatott jogi tanulmányokat. Jogi reformer szerepére a páratlan igazságérzete és a vélemény nyilvánításban tanúsított bátorságán túl a több éves jogi képesítése, jogi tanulmányai is képesítették, és ez alatt az időszak alatt nőtt meg előtte a jogtudomány becsülete. De nem merte venni a bátorságot, hogy olyan konkrét és nagyon, nagyon konkrét javaslatokat tegyen a joggal kapcsolatban. Javaslatai ezért inkább általános, az igazság érvényesítését érvényre juttató vezérelvek vagy alapelvek. Tehát az a mondat, ami a Stádiumban szerepel, hogy mindenki egyenlően áll a törvény oltalma és súlya alatt. Ugye ez a törvény előtti egyenlőségnek egy gyönyörű szép megfogalmazása. Mint mondta, lágy törvény csak újabb bűre késztet, a szigorú törvény a szabadság biztosítéka is. Legyen tehát a büntető törvény kérlelhetetlenül szigorú, de legyen egyenlő mindenkire, és meg ne történhessen, hogy nem a bűn, hanem a születés büntettetik. Ezek nagyon szép mondatok. Tehát a nyitány Széchenyi István fellépése a Stádiummal. És előbb Széchenyi maga, majd Kölcsey, Veselényi Deák, és végül Kossuth Lajos voltak az, akik kijelölték a lehetséges fejlődés irányt a jog területén. Mint mondtam az előadás elején, Széchenyi a közvetítő volt. Tehát a gazdasági elképzelésekben radikális átalakítást kívánt, a társadalmi programjában mérsékelt átalakítást, politika programja pedig a status quo volt. Tehát a gazdasági modernizáció, a társadalmi modernizáció és a nemzeti kérdésre Széchenyi így válaszolt. A büntetőjogi reformtörekvések, mint mondtam már, hogy nem feltétlenül szakmai kérdések voltak, sokkal inkább általános politikai kérdések, és csatáztak egymással, ugye talán beszéltek többen is már a Kossuth-Széchenyi vitáról. Viszont az tény, hogy ebben az időszakban is a magyar tudományos élet képviselői figyelemmel kísérték, hogy mi zajlik a világban. Ezért tudta Széchenyi is, hogy mi zajlik a világban, milyen új nézetek jelennek meg. Tehát ebben az időben Szemere Bertalan, Csacskó Imre, Sárvári Jakab, Balla Károly, Ötvös József, mind-mind ők azok, akik megteremtették a büntetőjogi, a hazai büntetőjogi gondolkodás, tudományos gondolkodás feltételeit.
Szemera Bertalan, ez túl hosszú, de Szemera Bertalan ilyen hosszan tudott érvelni a halálbüntetés ellen, mert ő abolicionista volt, és az Magyar Tudós Társaság, ugye, ami az akadémia volt, 1839. évi pályázatára adta be ezt a munkáját. 1843, a következő olyan év a reformkor történetében, amelyik kiemelést érdemel. Ekkor születik meg a Deák-féle, az 1843. éve Deák-féle javaslat, ami egy átmenetet képez a reformkor és a klasszikus büntetőjogi elvek megjelenése a Csemegi kódex között, ami az 1878. évi ötös törvény. Tehát ebben már megjelenik, az 1843-as törvényben megjelenik már a nullum crimen színelege, megjelenik a nulla pöna színelege, a törvény előtti egyenlőség, a jogbiztonság, a nyilvánosság, tehát minden olyan alapelv. Egy volt a baj ennek az 1843-as törvénynek, hogy akkor már oly mért 1843-ban vagyunk, oly mértékben sűrűn pörögtek a magyar történelemben az események, ugye nem vált belőle törvény, tehát nem hagyta jóvá a parlament, hanem félbe maradt, de ettől még a magyar joghallgatókat keményen vegzáljuk ezzel a törvényjavaslattal, mert az egyik legfontosabb műve a büntetőjog fejlődésének. A börtönviszonyok, mint mondtam, szerte Európában az a terület volt, ahol kiegyecesedtek a változások, mert itt lehetett a legjobban látni azt, hogy mi a különbség a középkor és a polgári társadalom között. Magyarországon is így volt. Eötvös József, akit irodalmi tevékenysége miatt is ismerünk, de a jogászok a börtönüggyel kapcsolatos egyik legelső írónak tekintik, és ismét egy kapcsolat a jakubinusokhoz. Eötvös József házi tanítója, a Martinovics féle összeesküvés egyik résztvevője Pruszyński József volt, akitől Eötvös a felvilágosodás eszméit megtanulta, átvette. Eötvös 1842-ben is írt egy börtönügyi munkát fogházjavítás címmel, és a büntetés célja, mint mondta, a represszió és a javítás. Tehát ez egy nagyon fontos új elem volt a magyar jogtörténetben. Kölcsey például így ír a korabeli börtönviszonyokról. A megyei fogháznak három osztálya volt. Az egyik az alsó tömlöc, egy föld alatti pince vagy verem, ahol rendesen 70-80 rabló, gyilkos, gyújtogató, rothadó nyirok és folytó gőz között összetorlaszolva őriztetett. Ide évenként egyszer vagy kétszer égő fáklyák mellett, fegyveres hajduk kíséretében, halványuló arccal és borzongó kebellel szállott le a főügyész, szíjjel nézendő, van-e még sok közöttük, akiket perbe idézni vagy megidézni elfelejtett. Kossuth Lajos a Veszprémi fogházról. Lehetetlen volt, idézem, lehetetlen volt el nem borzadnom a kútforma lyukak, melynek mindenébe lábtól juthatni csak szellőjük nincs, ablakuk természetes nem lehet, és ez az egyetlen nyílás, a kút szájának mondhatnók, egy sötét, parányi, 4-5 lépésnyi széles, zárt udvarkára nyílik, ahová csak délben ér a napsugár, szellő pedig sohasem. Deák Ferenc 1840. Börtöneink pedig sok helyen olyan állapotban vannak, hogy azoktól az emberiség szelídebb érzete méltán elborzad. A büntetés célját veszti a közállományra nézve, midőn a vétkeseket vétkesen sújtva csak bosszul, de nem javít, s hol a börtön egyedül a szenvedésnek helye, s ahol az erkölcsi jobbulásra figyelem sincsen. Fájdalommal kell megvallanunk, a tömlöcök mégsem javító helyek, hanem nagy részben a vétek oskolái valának, és gyakran akit indulat vagy könnyelműség vétekbe kevert, de keble fogékony volt még a jóra, és az erkölcs útján csak megbotlott, de szíve romlott még nem vala, mint vétkét bánó bűnös kerül a börtönbe,
S mit kitanult gonosztevő, hagyja el azt. Tehát ezek a gondolatok már nagyon régen megfogalmazódtak azért. Tehát ezt a helyzetet kellett megváltoztatni, és ezek a híres férfiak, akik a képeken szerepelnek, Dezsőfi Aurél, Széchenyi István, Deák Ferenc, Kossuth, illetőleg Szalai László, voltak azok a képviselők, akik a büntetőjogi törekvésekben vállaltak. Mi az, amit mindenképpen orvosolni kellett ebben az időben? Hát a humanizmus hiányát, tehát én oda felsoroltam a diára, hogy az 1827-es, az 1843-as, illetve az 1848-49-es törvényhozásban kerültek elő ezek a követelmények. Tehát amit orvosolni kellett, az a humánus kezelés hiánya, az emberek közti egyenlőség, a szabadságjogok teljes hiánya, és úgy lehetett látni, hogy a legjobban ezek a hiányok a büntetőjog, az anyagi, tehát a törvény, illetőleg a perjogok és a büntetés végrehajtás a börtönviszonyok területén lehet a legjobban azonosítani. Tehát a nemes és a nem nemes közötti iszonyatos és mérhetetlen különbség. Az 1843-as Deák-féle javaslatból nem lett törvény, hanem 1849-ben sok egyéb jogszabály, osztrák jogszabály mellett Magyarországon is életbe léptették az osztrák büntetőtörvényt. Hát ami egy dolog, mert hogy ennek nem örültek nyilvánvalóan a nemesek, a magyarok közül nyilvánvalóan senki, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy azért ezek a törvények már a felvilágosult abszolutizmusnak a nézeteit tükrözték. Tehát a törvény előtti egyenlőség benne volt. A büntetés nincs más büntetés, mint amit a törvény annak nyilvánít, benne volt. Tehát ezek a legalapvetőbb követelmények azért ezekben az osztrák törvényekben benne voltak, bár azt kell mondjam, hogy Finkei Ferenc, az egyik leghíresebb század előn, 20. század elején leghíresebb magyar kriminológus, nemes egyszerűséggel csak Ócskának nevezte ezt a büntető törvénykönyvet, és megszületik 1878-ban a klasszikus magyar, az első magyar büntető törvénykönyv, aminek az az érdekessége, hogy Csemegi Károly már nem a reformkor, az életkorából is következően, nézzék meg, 1826-ban született. Tehát őt már nem érintették a reformkor küzdelmei, ilyen típusú küzdelmei nagyon közelről, ő már sokkal inkább a kiegyezés előtti időszaknak a jogásza, akit az idegen jog, az idegen hatalom általi elnyomás vezet arra, hogy a büntető jogot meg kell formálni. Tehát ő egy csöndes jogász, hogy úgy mondjam, ő írta ennek a törvény, elképesztő ez a teljesítmény, ő írta egyedül ennek a törvénynek az indokolását, a miniszteri, vagy az indokolását, és érdemes elolvasni egyébként, ahogy kézírással, szóval egyszerűen hihetetlen. Az indokolás az egyik legnagyobb erénye, a másik, hogy az a felfogás, ami azóta is érvényesül a büntetőjogban, hogy a kódexnek mindig kell lennie egy elméleti, tudományos hátterének. Csak így működhet hosszú ideig. Ez a Csemegi kódex majdnem 100 évig hatályban volt Magyarországon. A kódex mindig kapocs az elmélet és a gyakorlat között. Mit tudott? Részben az első és legfontosabb, hogy az első kodifikált magyar büntetőtörvénykönyv, a klasszikus iskola tanai jelennek meg, visszautalok Beccariára. Általános része van és különös része, és trihotóm felosztást követ, tehát büntet, vétség, kihágás. Tulajdonképpen a mi mai büntetőtörvénykönyv büntet, vétség, ugye de nálunk szabálysértésnek hívják a súly alatti, vagy az enyhe súlyú jogellenes cselekményeket. Tehát ez egy nagyon kiérlelt, elvi tisztaságú, alapelveket megfogalmazó törvény. Tett büntetőjogi szemléletű, ami azt jelenti, hogy a cselekmény súlya az egyedülé és meghatározó, ami azt is jelenti, hogy nincs tekintettel a fiatalkorúakra, a megesett első büntényesekre akár, meg nincs tekintettel a vegyfelsőkre sem, mert csak a tettet veszi alapul, ki milyen bűncselekményt követett el.
Érvek és ellenérvek, ezen nem is tudom, hogy ugorjak-e, mert hogy amikor 1878-ban a klasszikus büntetőjogi törvényt elfogadja, a BTK-t elfogadja a Magyarország gyűlés, akkor már Európa megint másutt van. Európa már itt a tettesek büntetőjogáról tárgyal, arról, hogy vannak megesettek, elsőbüntényesek, fiatalkorúak, gyerekkorúak, akikre másként, akikkel a tettarányosságot, nem igazságtalan a tettarányosságot érvényesíteni, tehát hiába, nem tudom, hogy hiába, ez egy elképesztően fontos időszak a jogtörténetnek, de hogy itt megint egy lépéssel, vagy egy fázissal lemaradásban voltunk. Viszonylag gyorsan felvette azért a tempót a magyar törvényhozás, és 1908-ban megjelent az első büntető novella, ami a fiatalkorúak és a patronás, tehát a fiatalkorúak külön kezelését, enyhébb kezelését mutatta, illetőleg, ha egy úton elindult a kriminológia, akkor azon nincs, tehát ha eltérünk a tettarányosságtól, akkor nem csak úgy lehet eltérni, hogy valaki megesett, valaki nem gondolta végig, valaki fiatalkorú nem elég érett arra, hogy a tetteinek a következményét végig gondolja, hanem akkor a tettarányosságtól úgy is el lehet térni, hogy aki viszont konok bűnöző, megrögzött bűnöző, azt lehessen súlyosabban büntetni, mert ő már tudja, hogy mit követett el. Tehát 1908-ban az első büntető novella, 13-ban a dologházi törvény, és 28-ban a megrögzött büntettesek kezelésével kapcsolatos kérdéseket szabályozó második büntető novella, a továbbfejlődés. És zárásként Széchenyi. Tehát Balogh Jenő mutat rá arra, hogy Széchenyi sem a hazai, sem a külföldi büntetőjog fejlődésével behatóan nem foglalkozott, ezért javaslatai a büntetőjog területén részben az általa javasolt egyéb reformok folyamányai, tehát a jogegyenlőség, a hitel biztosítása, részben, ahogy Balogh Jenő fogalmaz, lángeszének eredeti termékei, de rendszeres jogi reformmunkálatoknak nem tekinthetők. Széchenyi eszméjének hatását, tehát jogrendszerünknek a jog egész területén többé-kevésbé megtalálhatjuk. Azonban e hatás értékével vetekszik, mondja Vécsei, annak a befolyásnak a mértéke, amelyet ő a jogtudomány fejlődésére gyakorolt. Amint erre már mások is rámutattak, Széchenyi fellépése és három főművében kifejtett eszméi voltak a jogi kritika és a tudományos irodalom megindítói. És talán igazoltam önöknek azt, hogy Széchenyinek elképesztően fontos szerepe volt a hazai büntetőjog fejlődésében, még ha nem is közvetlen szerepe, mint Deáknak, vagy Szemerének, vagy Ötvösnek, de azoknak az alapelveknek az elhelyezésében és azoknak az alapelveknek a felismertetésében, ami feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy a büntetőjogi reformok meginduljanak, ehhez Széchenyi nélkül ez nem következett volna be. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. A film a KÖFOP 2.1.2 a jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés című projekt keretében készült. Készült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.